eredményes tanéven vannak túl az Északi Agrárszakképzési Centrum iskolái, az intézmények a második évüket teljesítették a szakképzési rendszer átalakítása után. Erről is szó lesz a 35 perc mai adásában, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Köszöntöm Önöket! Szárazság. Két hónapja tart az aszály Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tanévzárás. Eredményes éven van túl az Északi Agrárszakképzési Centrum. Védőnők napja. A Városházán ünnepelték a szakembereket. Április közepétől tart az aszály Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vízügy szakemberei szerint egyre sürgetőbb a régió vízgazdálkodásának korszerűsítése. A szárazság a mezőgazdaságban is komoly nyomokat hagy. A kalászosok és a gyümölcsösök fejlődése is jelentősen elmarad a vártól. Már túl van a virágzáson, és ha lassan is, de terebélyesedik az őszi káposzta repce gyulatanyán. 5,5 hektáron 8 fajtája található meg a növénynek a fajta kísérleti állomáson. A növény fejlődését az április közepe óta tartó aszály hátráltatja. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyébe a repcét, illetve a búzát, mivel májusban 4,8 mm volt a csapadék, most múlt héten esett 7, illetve 15 mm, azt megelőzően kétszer volt másfél-másfél mm, tehát nagyon látszik a termésben, rekordtermés biztos, hogy nem lesz. Öntözés szempontjából lehet javítani a helyzetet, csak ugye egy az, hogy az öntözés költséges, bár kétségkívül, hogy a tavaly őszi árak a kalászosnál, illetve minden szántóföldi kultúránál, így mondom, tehát kedvezőek voltak, úgyhogy reméljük, hogy most ez az idén is fog folytatódni, de azt hozzá kell tenni, hogy növényvédőszer, műtrágya, minden inputanyag, alkatrészek, tehát sajnos csillagászati összegekért tudjuk megvásárolni. Nem csak, hogy rekordtermés nem lesz, de alapvetően is kevesebb területen termesztenek ma már akár búzát, akár repcét, mint néhány évvel ezelőtt. Ennek egyik oka, hogy a kukorica egy ideje kedvező báron értékesíthető, sokan erre tértek át inkább. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előrejelzése szerint is nagy fordulatnak kellene lennie a jó minőségű őszi repcéhez és búzához. Az eső ugyanis elkerüli ezeket. Első helyen mondhassuk a kalászosokat, hogy a fejtrágyázás úgy sikerült, hogy nem kapott csapadék, még szerencse, aki korán elvégezték itt április első részében, vagy közepe környékén, ott a kukorica napraforgó vetés időszakában volt valami csapadék, biztatóan keltek ki a kukoricák és a napraforgók, de szinte azt mondhassuk, hogy azóta nem ázott meg. Most a napokban kapott egy kis csapadékot a megyébe, sajnos sok helyen, ez is 5 mm alatt maradt, van ahol 25-öt, ott egy kicsit felfrissült, de a talaj a gyökézet mélységeig nem ázott át, úgyhogy most ez a nagy szárazság a több éves a klímaváltozás hatásait még inkább felszínre hozza, és az öntözésnek a hiányosságai még inkább felszínre kerülnek. Én nagyon bízok abba, hogy ahogy egyre többet beszélgetünk az élelmiszer hiányról, fel fog gyorsulni ez az öntözési területnek a bővítése, mert most nagyon indokottá válik az időjárás, most beigazolta. Nem csak a kalászosok, hanem a gyümölcsösök is megsínylik a két hónapja tartó szárazságot. Idén a cseresznyét és a medgyet a tavaszi fagyok elkerülték, emiatt mennyiségre jóval jobb lehet az idei év, a minőséggel ugyanakkor a kevés csapadék miatt lehetnek gondok. A virágzás időszakában már viszonylag kedvező volt az időjárás, jó volt a terméskötődés, így a legtöbb termőhelyen összességében jó a termés. Természetesen lokálisan vannak olyan helyek, ahol jelentős fagykárok következtek be, de régiós átlagban vagy országos átlagban egy jó közepes termést szüretelhetünk cseresznyéből. Ami viszont idén nagyon kedvezőtlen, mert úgy tűnik, hogy minden évben kell legyen valamilyen időjárási csapás, az az április közepétől június közepéig tartó aszály, aminek következtében az öntözetlen ültetvényeken a szokásosnál és a piacos méretnél kisebb maradt a cseresznye. Ahol tudnak öntözni, ott kedvezőbb a méret, illetve ahol az elmúlt napok esőzéseiben kaptak egy jelentősebb csapadékot, ott talán a közép- és késő érési cseresznyék mérete még javul. Ugyanakkor arra is van példa, hogy pont az érés közben betakarítás előtt álló fajták
az jelentős esőzések okán komoly repedési károkat szenvedtek. A megy esetében a cseresznyéhez hasonló a helyzet. A jelentősebb tavaszi fagykárok elkerülték az ültetvényeket. Így összességében még egy 2-3 héttel ezelőtt a terméskötődés alapján úgy látszott, hogy akár a tavainál, ami 60 ezer tonna volt, egy 20-30%-kal nagyobb termést is születelhetünk megyből, ami megfelel egy 72-78 ezer tonnás igen jó termésnek. Viszont az április közepe óta tartó oszály most már a megy termésére is rányomja bélyegét. A megyültetvények javarésze 80-90%-a öntözetlen, és a legtöbb fajtánál kisebb, apróbba megy az ilyenkor elvártól, és ugye a betakarítástól már itt is gyakorlatilag a korai fajtáknál egy hétre vagyunk a középérésű, a termés szempontjából legnagyobb mennyiséget adó fajtáknál, a fürtös megyeknél pedig 2-3 hétre vagyunk a betakarítástól, és ha ekkor a méred elmarad a vártól, akkor valószínűsíthető, hogy már nagyon nagy gyümölcsméretek nem lesznek. A múlt heti esőzések talán valamit segítettek a gyümölcsméret szempontjából, bár azt gondolom, hogy viszonylag már későn jöttek ezek az esők, viszont a repedés, rothadás a megynél még nem okoz gondot, úgy mint a cseresznyében, mert a megy eleve kevésbé hajlamos repedni, rothadni, a múlt heti csapadékok még ilyen károkat nem okoztak. Jelenleg összességében egy nagyon tág intervallumban tudjuk prognosztizálni a termést, a 60 és a 75 ezer tonna közé várható, de ennél pontosabb becslést egyszerűen nem merünk adni, mert a gyümölcsméretekben óriási bizonytalanság van. Ahol a múlt heti esők segítenek a gyümölcsméreten, ott lehet egy elfogadhatóan jó termés, ahol viszont nem voltak esőzések, ott már valószínűleg apró marad a megy, bármit is teszünk, mert a következő egy hétben a prognózisok alapján nem várható csapadék, és ami egy-két hét múlva jön, az meg már biztos, hogy a gyümölcsméret szempontjából nagyon késői lesz. Így függően attól, hogy hogyan alakulnak a méretek, a tavalyi viszonylag gyenge 60 ezer tonnától egy jó 75 ezer tonnás terméség bármi elképzelhető. Hozzáteszem, hogy egyre nagyobb az esély annak, hogy a 60 ezer tonna környékén meg fog állni a megytermés, de a mennyiségnél is nagyobb kérdés lesz az, hogy mennyi lesz ebből a 18 mm átmérőt meghaladó méretű gyümölcs aránya, mert ez az, amit a konzervipar és a hűtőipar fel tud venni, az ennél apróbb megy, gyakorlatilag senkinek nem fog kelleni. A vízgazdálkodási szakemberek szerint az éghajlatváltozás jelentős károkat okoz a mezőgazdaságnak is, amely miatt pótolni kell a vizet a földekben. Ez az év az átlagosnál szárazabb, medált napon volt egy kismértékű eső, de ez nem oldotta meg a helyzetet. Erős a száj uralkodik területünkön. Az év rendkívül csapadékszegényen indult, tehát január-februárban is márciusban az átlag alatti csapadék volt jelentősen. Áprilisban volt egyedül az átlagosnál kisebb mértékben nagyobb csapadék, majd május újra nagyon aszályos, nagyon száraz volt, 8 mm csapadék hullott egész hónapban a 60-hoz képest, illetve ez júniusban is folytatódott, 22 mm esett eddig az elvárt 77-hez képest. Voltak csapadékok, de sajnos ennek egyenlőtlen volt az eloszlása, tehát viharok, jégesők és felhőszakadások voltak kis területeken, ezek ott károkat okoztak, viszont az aszály helyzetben nem okozott jelentős javulást, tehát május végén is már aszályos volt a helyzet, azóta ez a helyzet tovább romlott, mert most már területünk döntő többségén erős aszály helyzet van. Szélsőséges a csapadékeloszlás, ez már ugye az éghajlatváltozás jelei. Döntően városokban ugye ez jelentős károkat okoz, nagy a beépítettség, de a mezőgazdasági területek se tudják elvezetni ezeket a hirtelen lezuduló felhőszakadásokat. Ráadásul ezek területileg pici kiterjedésűek, tehát a viharok meg kifejezetten károkat okoznak a mezőgazdaságba. Tehát az egyenletes csapadékeloszlás lenne a megfelelő, ez mostanában nem így jelentkezik, és emiatt érezhető ez az aszály helyzet. Emiatt már nálunk másodfokú aszályvédelmi készültség van elrendelve, tehát operatív intézkedéseket hozunk, ahol lehetséges, vonalmenti vízpótlások rendezésére, illetve a tározók feltöltésére, vizek visszatartására. A nyírség Magyarország második legszárazabb aszállyal sújtott területe. Ráadásul az elmúlt évtizedekben mintegy 2 métert süllyedtek a talajvízszintek.
Ezeken a friss adatokból készült ábrákon jól látszik, hogy az átlagos 3 méteres talajvíz szintje lesüllyedt 4-5 méterre. Fejlesztésekre van szükség, az árvízvédelmi rendszerünk jól kiépített, illetve befejezés előtt áll, viszont nagyon nagy szükség van térségi vízgazdálkodási beruházásokra, mert azok a vízpótlások, vízvisszatartások, ugye vonalmentiek, lokálisak, amiket említettem, ezek ugye helyileg megoldanak problémákat, viszont a legveszélyeztetettebb térség a nyírség. Itt komoly vízgazdálkodási beruházásra van szükség, ilyen a nyírség vízpótlása, ennek a beruházásnak a tervezése most van folyamatba. Itt gyakorlatilag egy nagyon komoly beruházás várható, ahol a Tiszából vizet tudnánk pótolni a főcsatornákba, és ezáltal az egész nyírség vízházhatását megjavítanánk. Ez természetesen javítja az ökológiai állapotokat is, hiszen a csekély vízmennyiséggel rendelkező tározókat se ürítjük le, például ilyen a Harangodi, és ott vizes élőhelyek vannak, az élővilág tovább él, madarak fészkelnek, és a vízpótló beruházásokkal, tehát a vízgazdálkodási beruházásokkal nem csak az öntözési célokat szolgáljuk ki, hanem a talajvízszinteket is megpróbáljuk visszaemelni, hiszen az elmúlt néhány évtizedben mintegy 2 métert süllyedtek a talajvízszintek. Ilyen a nyírség is, tehát az átlagos 3 méteres talajvízszint lesüllyedt 4-5 méterre, és nyilván ezek a vízpótló beruházások vizei belejutnak a talajvízbe is, és az a célunk, hogy hosszabb távon a talajvízszinteket is próbáljuk javítani. A szakember hozzátette, ezek nélkül a nyírség hosszú távon gyakorlatilag elsivatagosodhat, és mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná válhat. Véget ért a tanév, elkezdődött a vakáció. Az Északi Agrárszakképzési Centrum iskolái is lezárták az aktuális tanévet. Hogy milyen eredmények, kihívások jellemezték az elmúlt egy esztendőt, arról Lévai Imrével, a centrum főigazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Egy picit hagy egészítsem ki, tulajdonképpen 2 évről beszélhetünk az új szakképzési rendszerben. Gyakorlatilag hogyan illeszkedik be az agrárszakképzés a szakképzés új rendszerébe? Igen, valóban 2 évről beszélhetünk, hiszen 2020. július 1-én alakultak meg az agrárszakképzési centrumok, és második tanévet fogjuk most zárni. Az agrárszakképzés az ugyanúgy, mint az más, az ipari szakképzések is, a szakképzési törvény változásaihoz igyekeznek igazodni, annak megfelelően ténykedünk, és tesszük a dolgunkat, amely 2019 év végén jelent meg, és 2020 februárjában annak a végrehajtási rendelete. Tulajdonképpen ennek keretében a meghirdetett agrárszakképzések vonatkozásában már az előző évben a beiratkozást követően konstatálhattuk, hogy tudatosodott az tanulókban, a szülőkben, hogy itt milyen lehetőségek nyílnak meg számukra, és bár a demográfiai adatok azt tükrözik, hogy még mindig csökken a tanuló létszám, mi az agrárszakképzésben, a centrumban egy 10%-os tanuló létszám növekedést tapasztaltunk az előző tanévben. Hogyan épül fel az Északi Agrárszakképzési Centrum, ha jól tudom, 4 megye tartozik ide? Igen, az Északi Agrárszakképzési Centrum 4 megyében dolgozik, 10 intézményben. Hajdú-Biharban 1 intézmény, Szabolcs-Szatmárban 4 intézmény, Borsodban 3 intézményünk és Hevesben 2 intézményünk van. Mennyire szedi le ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hiszen a legtöbb ugye itt van a megyében. Melyik városokban vannak ezek az intézmények? Mindjárt itt Nyíregyházán 2 intézményünk van, a Lippai és a Vestük, amelyik ugye az egyik az mezőgazdaság, erdőgazdálkodás területén tevékenykedik, a Vestük pedig ugye az élelmiszeripar területén. Ezen kívül Baktalórendházán és Mátészalkán van egy-egy intézményünk. Úgy gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen az teljes vertikumot le tudjuk fedni, amit az agrárium területén szakképzés vonatkozásában kínálhatunk, illetve hagyomány alapon még további szakmák tekintetében is vannak alternatíváink, akár itt a turizmus vendéglátás területére gondolok a szakácsképzésben, vagy éppen a rendészetet tudnám még említeni, de ezen túlmenően
alternatívát kínálunk a hátrányos helyzetű tanulók számára is, hiszen Bakta Lóránd házán például az Arany János kollégiumi program zajlik, igaz már kifutóban, de őket igyekszünk bevonni az agrárszakképzésben. Maga a szakképzés új rendszere lehetővé teszi, hogy különböző szinteken tudjanak képződni a diákok. Ez hogyan működik az agrárszakképzésben? Hát ugye a ismeretek, széleskörű ismeretekben az van, hogy szakmunkás képzés és szakközépiskolai képzés, amely mára már átalakult, és a szakmunkás képzést egy szakközépiskolai képzésnek nevezzük, illetve a szakközépiskolai képzés az, amely a technikus képzésbe ment át, és most már ugye azok a technikusaink kezdik el szeptemberben a tanulást, akik eddig az első két évben ágazati alapoktatásban vettek részt, míg ebben a tanévben a szakképzőiskolában már azok a szakmát tanulók tanulhattak, akik az új képzési szerkezetben tavaly még csak ágazati alapoktatásban vettek részt. Mennyire rugalmas ez a rendszer, mennyire átjárható? Törvény is biztosítja az átjárhatóságot, illetve a tovább lépés lehetőségét. Tehát az ágazati alapoktatás éppen arról szól, hogy amíg abban vesz részt a tanuló, addig nem egy konkrét szakma vonatkozásában kötelezte el magát. Tehát a szakképzőiskolában, amíg 9. osztályos egy tanuló, addig az ágazat, amit választott, ágazaton belül felkínálásra, megmutatásra, megtapasztalásra kerülnek azok a szakmák, amiket ezen belül tanulhat, és korrigálhat. Év végén, amikor jelentkezik egy konkrét szakképesítése szakmára, akkor már nem feltétlenül azt kell megjelenie, amit általános iskola 8. osztályában jelölt, és ugyanez a technikus képzésnél, csak ott egy évvel később. Illetve bármikor a folyamatban meggondolhatja magát, és mehet magasabb szintű képzésre is. Erre is van lehetőség, ugyanis hogyha a szakképzőiskolában szakmai végzettséget szerez a tanuló, és érez magában affinitást a továbblépésre, akkor lehetőség van érettségit szereznie 2 év alatt, és onnan tovább léphet a technikus képzés irányába, ahonnan meg ugye a felsőoktatásról való továbblépés nyílik meg. Milyen tapasztalatokat szereztek az eddigi 2 év alatt, és hát tegyük hozzá, hogy azért a pandémia egy kicsit megbonyolította ezt a helyzetet? Nem is kicsit bonyolította meg, hiszen egy olyan helyzet teremtődött, ami még nem volt. Ez mind az oktatók vonatkozásában nagy kihívást jelentett, mind az intézményeknél, hiszen gondoljunk csak arra, hogy online kellett oktatni, amihez ugye eszközre volt szükség, ezen túlmenően internet elérésre volt szükség, és azzal kellett kezdenünk, hogy a tanulóknál fölmérjük, hogy kinek milyen feltétele van otthon, minek kell eleget tennünk ahhoz, hogy tudjunk úgy oktatni. Egyáltalán hány tanulóról beszélünk itt a megyében, a 4 intézményben? Centrum szinten 3300 tanulóról beszélünk. Hát itt is a 4 intézmény vonatkozásában meghaladja az 1000 tanulót a létszám. És ugye azért hozzá kell tennünk, hogy ahogy az Arany János programot említettem, hogy hátrányos helyzetű tanulók, így tehát szociális téren bizony nagyon nagy kihívásokat jelentett az, hogy ennek megfeleljünk. Természetesen annak is álltunk elébe, hogy az intézménynek rendelkezésre álló eszközöket helyeztük ki, illetve ahol végképp nem lehetett megoldani, ott pedig papír alapon juttattuk el a tanulókhoz az elsajátítandó tananyagot. Ez ugye elmélet tekintetében szépen működött. A gyakorlatnál viszont törekednünk kellett arra, hogy kis létszámú oktatás, jelenléti oktatást valósítsunk meg. Eredményesnek ítélték ezt a tanévet. Mi az, amit eredménynek tud elkönyvelni? Én mindenképpen eredménynek könyvelem azt, hogy a nagyjából és a szakoktatókról beszélek, akik a szakmát oktató pedagógusok, centrum szinten az átlag életkor 50 és 60 év között van. És ezeknek az embereknek, akik több évtizede dolgoznak a hagyományos rendszerben, most egy teljesen új, olyan kihívásnak kellett megfelelni, ami a pandémia kapcsán bekövetkezett. Ezt úgy gondolom, hogy eredményesen teljesítettük. Tanulók tekintetében viszont
nagyon sok visszajelzés érkezett, most már, amikor ugye a pandémia véget ért, és jelenlétében tudunk hál' Istennek oktatni, hogy nem lehet helyettesíteni a jelenléti oktatást semmilyen technikai eszközzel. Tehát akkor, amikor felmerül egy kérdés, és azonnal fölteheti, vagy meg kell várnia, hogy a többiek milyen reakcióval vannak, illetve meg kell várnia az eszközön keresztül, a médián keresztül a választ, vagy nem is kapja meg egyből a válaszát, és lehet, hogy már elavult, tehát nem részletezem. Ez mindenképpen hátrányosan befolyásolta a tanulást. Ugyanakkor az online oktatás kifejezett előny is tud lenni például a felnőtt képzésben, ami egy nagyon komoly terület az agrárszakképzésben is. Így van, és ez hozadéka ismét a rendkívüli helyzetnek, ugyanis azért meg valóra vált az, ami már évtizede itt leng, hogy azoknak a felnőtteknek, akik munkahelyen rendelkeznek, elfoglaltak, mégis alternatívát lehessen kínálni, és itt a lehetőség, hogy meg lehet csinálni. Most már online elméleti oktatást tudunk tartani, úgy, hogy munkahelyen rendelkezik, és akkor fog készülni, akkor fog tanulni, amikor időt tud rászakítani, tehát nyilván ez késő délután, illetve esetleg kora esti időszakban. Sőt, akár maga a munkahely is partner lehet ebben. Így van, mert erre is volt példa az elmúlt időszakban. Például konkrétan a Bondó El volt az, aki megkeresett bennünket, és egy csoportot az ő időszakos munkavállalói közül beiktatott a képzésre, és zöldséggyümölcs feldolgozó szakképesítést szereztek a munka mellett, munkával párhuzamosan az oktatás keretében. Ezek szerint az indulás az sikeresnek mondható, ez az első két év. Mi a jövő? Igen, sikeresnek ítélem meg, de úgy gondolom, hogy pont ez a mi alapján sikert történetnek mondhatom ezt az agrárszakképzési centrumok elindulását, ad alapot arra, hogy a jövőbe optimistán tekinthetek. Nem olyan régen volt éppen egy vidékfejlesztési projekt zárunk, május 31-én, ahol dr. Nagy István agrárminiszter úr egy nagy bejelentést tett, amit nyilván mi már a centrum vezetői szinten ismertünk tervezetet, de itt most pont került az íre, hogy számíthatunk a jövőben egy olyan forrásra, aminek keretében az agrárszakképzés még fajsúlyosabb lesz, és ennek az infrastruktúrális hátterén kívánnak javítani. Egy 3 milliárdos agrárszakképzési centrumonkénti 3 milliárdos forrás bevonásával, ahol tulajdonképpen bemutató üzemi gyakorlati oktatási helyszínfejlesztés valósulhatna meg. Itt a megyében ez hol lesz? Itt a megyében, ez nem messze Nyíregyházától, a Lippai intézményünknek a tangazdaságában, Apagyon. Léva Imre, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és mindezekről beszámolt nekünk. Én köszönöm szépen. A koronavírus járvány alatt komoly kihívásokkal kellett megküzdeni a védőnőknek. A korlátozások okozta nehézségek rávilágítottak tevékenységük fontosságára is. Múlt héten a Védőnők napján őket ünnepelték a Városházán. Védőnők az egészséges, boldog családokért, ez a Védőnők mottója. Az első képzés 1916-ban indult Hein Pál kezdeményezésére. 1975-től 3 éves képzésben részesülnek a szakmai iránt érdeklődők. 1989-től pedig főiskolai diplomás képzésként is elérhető a védőnő szakma. A Magyar Védőnők napja alkalmából ünnepséget tartottak 13-án délután a Városházán. 107 éves tradícióról beszéltünk, én már egy hungarikumról, és azt gondolja a város is, hogy minden évben ezen a napon az el kell tudni ismerni, és meg kell állni, és a védőnők egy kicsit magasztalni kell, hisz ők azok, akik felelősek gyermekeinkért, gyermekeink jövőért, egészségért, és nagyon sok mindent csinálnak, végeznek így az alapellátás rendszerében. És nem szabad elfelejteni, hogy 63 főről van szó, akik ugye lehet, hogy már több százan lennének itt igazán, vagy ha az elmúlt 100 évet nézzük, de most, akik itt vannak, azoknak is kell látni, hogy elismeri a város, elismeri az alapellátást, és nyilván várjuk a fiatalokat is, hogy menjenek védőnőnek, és legyen utánpótlás, ez egy nagyon fontos dolog.
Ugye az elmúlt két év azt gondolom, hogy nehézségeket okozott mind a védőnői ellátásban, legyen az Covid, vagy legyen az háborús helyzet, vagy minden az egészségügyi ellátásban, és a védőnők itt is ekkor is helytálltak és helytállnak a mindennapokban a mai napig is. Az ünnepségen megtelt a Krúdi terem fiatal, lelkes pályakezdő és elhivatott több évtizedes múltat jubiláló védőnőkkel. Én ma holnap 25 éve vagyok védőnő, jubilálni fogok a napokban. Ezt a szakmát igazából állatorvos vagy gyerekorvos szerettem volna lenni, tehát abban benne van ez a szeretet, ez a gondoskodás, és a gyerekekkel való gondoskodás az nekem élethivatásom, ezt tudom elmondani. Úgyhogy én az iskolában dolgozom, kettő nagy iskolában vagyok, az Eötvös József Gyakorlatilag Iskola és Gimnáziumban, illetve az Arany János Gimnáziumban, ott mind a kettő részen a gimnáziumi részt gondozom. Úgyhogy majdnem 2000 gyerek megy át az embernek a keze alatt. Természetesen ez nem mind az én gyerekem, mert a kolléganőkkel felváltva vagyunk, de szűrések, a prevenciós feladatok, az egészségnevelés tartozik hozzánk, illetve a kötelező védőoltások lebonyolítása, illetve annak a dokumentálása. Ez egy szerelem, tehát ezt nem lehet másképpen mondani. A gyerekekkel való kapcsolat, a tanárokkal való kapcsolattartás, tehát ez folyamatosan egy interaktív beszélgetésekből álló, igazából ilyen, hogy is mondjam, ilyen családias légkört kialakító rendszer szemléletben dolgozunk, ezt tudom így elmondani erről. 25 év azért nagyon sok idő, bárhogy is nézzük. Mik a tapasztalataid, hogy mi minden változott ez idő alatt a leginkább? A gyerekek nem változtak, hál' Istennek, a problémák változtak. Új problémák jöttek be a megelőzés szempontjából, és napra késznek kell lennünk abban, hogy mi az, ami most divat, és az egészségkárosító hatása, milyen hatással van rájuk, ennek az ismerete. Nagyon jó szemléleti eszközöket kaptunk. Én egy utazó dohányzó babát mutattam be múlt héten, például a dohányzás veszélyeiről. A kormányhivataltól kaptuk például kölcsön. Tehát vannak új dolgok, amiket lehet használni, amiben lehet szemléltetni, de igazából a gyerekekkel való interaktív beszélgetés az maradt. Az elmúlt évtizedekben a védőnői feladatok folyamatosan bővültek. A 21. századi technológiáknak és a felgyorsult világnak köszönhetően ma már számos új kihívással kell szembenézniük a szakembereknek. Itt napra késznek kell lenni a kütyük használatánál, a táplálkozásban, a mozgás dolgokban, mi az, ami jó lehet. És az a lényeg, hogy te kívülről látod a családot. Míg egy család belülről azt gondolja, hogy nincs probléma, vagy ez nem probléma, addig te kívülről, mint szakember, két jó szóval és szeretett mondattal át tudod a családot segíteni, hogy igen, és akkor amit jeleztünk, menjenek, vigyék, és hál' Istennek az a tapasztalat, hogy úgy hallgatnak az emberre. Az ünnepségen az is elhangzott, nem elég alkalmazkodni ezekhez az elvárásokhoz, előre is kell tekinteni, és a jövő irány elveinek megfelelően fejleszteni mind a szaktudást, mind a rendelkezésre álló eszközöket. A védőnői szolgálat tudva levő, hogy 107 éves múltra tekint vissza. Az akkori cél, amiért a védőnői szolgálat létrejött, a csecsemő halandóság megfékezése és a nemzet számbeli növelése. Azért ez a 107 év alatt sok minden változott, de mondjuk az elv az szinte ugyanaz, hogy a családokat gondozzuk és értéket teremtsük azáltal, hogy a fiatal generációt egészséges felnőtt létbe átkísérjük. Tehát akkor visszatérve, hogy a 107 éves múltban volt egy cél, és valóban egy 107 év múlva, ha az alapkoncepció nem is változik, de a módszer, a kommunikáció, a környezet, mind hazai környezet, mind egy nemzetközi környezet is megváltozik, és ehhez valóban a védőnői szolgálatnak alkalmazkodni kell. És ehhez, hogy alkalmazkodni tudjon, szükség van támogatásra a szakmai vezetés részéről, és szükség van támogatásra akár egy civil szervezet részéről, mint akár az a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége is, amelynek valóban a szlogenje így hangzott, hogy a jövőt fejlesztjük a mában, amely tartalmas programokat, pályázatokat tudhat maga mögött az elmúlt 3 évben, mert 3 éve alakult, és amit most örömmel szeretnék itt elmondani, hogy a Védőnők napi alkalmából megjelenik egy tudományos folyóirat, amelynek az a neve, hogy Aranypajzs. És ebben
hazai tudományos szakemberek, védőnői tudományos kolléganők is publikálhatnak, írhatnak tanulmányokat, jó gyakorlatokat, és ezzel is szeretnénk a védőnőket segíteni, hogy szakmailag fejlődjenek a hivatások betöltésében. Itt elhangzott sok minden, hogy mire van szükség. Én azt gondolom, hogy szükség van arra is, hogy a fiatalokat esetleg erre a pályára tereljük. Mik a tapasztalatok, mennyire népszerű most ez a szakma, illetve hogyan lehet motiválni erre a fiatalokat? A védőnői hivatás mindig is népszerű, vonzó hivatás volt a lányok számára, és ez nincs másként most sem, hanem egyre inkább elmondhatjuk, hogy még népszerűbb, és egyre többen választják ezt a csodálatos hivatást. Egy zárójeles mondatban szeretném megjegyezni, mindig azt szoktuk mondani, hogy ez egy édesanyának való hivatás, foglalkozás, aki majd a családjában is tudja kamatoztatni a tudását a saját gyermekeinek a felnevelésében. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor a Honvédség nyári táborairól és egy Nyíregyházára érkező óriás beruházásról is szótejtünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!